Új épületben megújult képzési kínálattal várja a következő tanévtől leendő hallgatóit az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni Képzési Központja. Több mint 500 érdeklődő érkezett az intézménybe az egyetem nyílt napja keretében, hogy többet megtudjanak a helyi lehetőségekről. A következő tanévtől már 4 szakot fogunk kínálni önöknek Salgó-Tarjánban, itt helyben. Nem véletlenül az a mi szlogenünk itt a Salgó-Tarjáni Képzési Központban, hogy helyben jövőt építhetsz, hiszen az Óbudai Egyetemnek az a célja, és abban segít a helyieknek, hogy itt tudjanak maradni a középiskolai tanulmányok után a felsőfokú tanulmányaikat, itt végezhessék el, és mi még abban is próbálunk segíteni, hogy itt találjanak a későbbiekben munkát, hiszen jó néhány olyan partnerünk van, akikkel gazdasági szereplők, akikkel nem csak a szakmai gyakorlat, hanem duális képzés vonatkozásában is kapcsolatban vagyunk. 2023. szeptemberétől már 4 képzést kínál az Óbudai Egyetem 3 kara. Azok a diákok, akik szeretnének helyben jövőt építeni, február 15-ig jelentkezhetnek majd a Salgó-Tarjáni képzésekre a felvi.hu weboldalon keresztül. Már megszokott, és talán a legnépszerűbb továbbra is a mérnök-informatikus képzés. Ezt hirdetjük levelező és nappali képzésen egyaránt a következő tanévben. Ami újként jelenik meg, az a gazdasági képzés, gazdálkodási és menedzsment, valamint kereskedelem és marketing képzés a keleti karunknak a támogatásával, és ami pedig vadonatúj, hogy a kandókar is bekapcsolódott a Salgó-Tarjáni képzésekbe, itt pedig villamos üzemmérnök képzés zajlik majd. A nyílt nap keretében Székiné dr. Strémi Melinda igazgató kihangsúlyozta. A Salgó-Tarjáni Képzési Központban a budapestivel egyenértékű oktatásban részesülnek a diákok, mindazok mellett, hogy szülővárosukban maradhatnak. Bíznak benne, hogy a jövőben egyre erőteljesebb és aktívabb diákélet jellemzi majd Salgó-Tarjánt. Én tudom, hogy sokféle dolog kering, hogy innen csak menjünk minél előbb el Salgó-Tarjánból, meg nem jó itt, de ez pont önökön múlik. Hogyha önök mind itt maradnak Salgó-Tarjánban, és itt végzik az egyetemi képzésüket, akkor önök ide életet tudnak hozni. Tehát higgyék el, hogy nem máson, önökön múlik, hogy valóban itt helyben akarják-e a jövőt építeni, hiszen mi már építettünk valamit, mi már kifelé megyünk ebből az építkezésből, önöknek van lehetősége ezt fejleszteni és továbbvinni, úgyhogy nekünk ezért ez a szlogenünk, hogy helyben építhetjük a jövőnket, és helyben jövőt építhetünk. Az Óbudai Egyetem 2017-ben indította el Salgó-Tarjáni felsőoktatási szakképzését. 2018-tól már mérnök informatikus hallgatók is tanulnak az intézményben. 2023-tól pedig tovább bővül a kínálat, már egy önálló 3 épületben, mely többek között fejlett gépjármű laborral is rendelkezik. Az infrastruktúrának és a Trigon Kft.-nek köszönhetően pedig magas színvonalú szakmai gyakorlatot is teljesíthetnek helyben az itt tanuló diákok.